A szolnoki nyugdíjas csoportok rendre szép eredményt érnek el a különböző országos vetélkedőn, ezúttal néptáncban öregbítették a megyeszékhely hírnevét, de nem csak ők, hanem a Hegedűs T. András Középiskola Szivárvány tánc csoportja is aranyminősítést nyert a vetélkedőn. A koreográfiákat azt mi magunktól találtuk ki, elsajátítottuk, tehát megtanultuk, előadtuk, és én úgy gondolom, hogy ez az eredménye neki. A Városházán Szalai Ferenc polgármester és az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője köszöntötte a két együttest. Tényleg büszkeség az, hogy itt vagytok újra, és ilyen eredményt értetek el, és azt kell mondjam, hogy az időseink is megint helytálltak, hála az Istennek, és megmutatták országvilágot, hogy Szolnokon milyen eredmények születnek, és milyen emberek vannak, és mennyit dolgoznak ezért. A nyugdíjasok és a diákok közösen dolgoznak, és vesznek részt a fellépéseken. Ahogy elhangzott, egyfajta nagyszülő-unoka viszony is kialakult már közöttük. Ez a kezdeményezés bár kicsinek tűnik, de ahogy említettem, óriási, mert ennek az országnak éppen erre van szüksége. Együttműködve, együttműködni, fiatalok, idősek, kicsik, nagyok, felnőttek, gyermekek, mindenkinek. Magyarország mindig akkor volt igazán sikeres, ha széleskörű partnerséget és széleskörű összefogást tudott tanúsítani. Az idősek a szolnoki elődöntőt követően a gyulai középdöntő után jutottak tovább a harkányi döntőbe. A vetélkedőn 320 csoport vett részt, majd 3000 fővel. A fináléban 92 produkció szerepelt, a tiszaparti hölgykoszorú néptánc kategóriában indult. A nyugdíjasok délsomogyi karikázót adtak elő, a fiatalok pedig cigány egyveleget.